Sziasztok, én Magyarorsi Csaba vagyok, és az Egy nap a városban blog mai adásában azt mutatom meg nektek, hogy mit érdemes megnézni egy nap alatt Rómában. De ha nem siettek nagyon, ez a program egy hétre is elég. Társaim lesznek Ádám, akivel 5 éve együtt írom a blogot, és aki jellemzően a kamera másik oldalán foglal majd helyet, valamint Brigi, a Vodafone szülinapi nyertese, aki ezt a római vakációt kérte a Red asszisztensektől szülinapi ajándékba, valamint édesanyja Marika. Na gyertek! Kezdjük azzal, hogy Róma nem járható meg egy nap alatt, de mi mégis meg fogjuk csinálni, mert ha megcsináltuk Londonban, Párizsban és Madridban, akkor meg fogjuk csinálni itt is. Főleg, hogy ez a legkisebb mindközül. Ha minden csatolt településsel együtt nézzük, Londonban és Párizsban 10 millióan laknak, Madridban 6 millióan, Rómában meg alig több, mint 4 millióan. Nem mint hogyha a városlátogatások során a perem kerületekben élő milliókat látogatnánk meg, úgyis az a lényeg, hogy mekkora a belváros. És óriási mázink van, hogy Rómában viszonylag kis helyre zsúfolódott egy csomó érdekes dolog. Északon a Vatikán környékén érnek véget a kötelező látnivalók, délen meg a Kolosseumnál. És a kettő közt alig 4 kilométernyi a távolság, ami alig egy óra. Ennyi idő alatt át lehet sétálni a teljes belvároson és kb. 2500 év történelmén. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Hihetetlen időutazás lesz ez a séta, és az egész távolság körülbelül akkora, mint a Margit hídtól elvattyogni a Petőfi hídig. Ha a repülőtérről be akarunk jutni a városba, viszonylag olcsón megtehetjük a vonatokkal és a buszokkal, kb. Fele annyiból, mint Londonban vagy Párizsban. De négy főnek már megéri a taxi is, ami alig valamivel drágábban 30 euróból visz be a központba. Legalábbis ekkorák az előre meghatározott árak, amiket rá is írnak a taxi oldalára, hogy 30 euró meg 48 euró, attól függően, hogy melyik reptérről akarunk bejutni a városba vagy kijutni, viszont a sofőrök ugye hajlamosak csalni és másfél-kétszer ennyit kérni tőlünk, úgyhogy vagy előre alkudjunk meg velük, vagy hivatkozunk a szicíliai családtagokra, hogyha esetleg át akarnának verni minket. De inkább alkudjunk meg előre, mutassuk a pénzt, és akkor biztos, hogy nem fognak csalni. Vagy legalábbis kicsi rá az esély. Legyünk résen! Kezdés reggel 9-kor a Vatikánnál. Legalábbis akkor nyit a templom, és mondanám, hogy érdemes korábban idejönni, hogy elkerüljük a sorokat, de igazából teljesen értelmetlen, mert egész nap konstans 1 millió ember van a téren. Ami elsőre borzasztóan ijesztő, hiszen az egyik oldaltól a másikig állnak az emberek, és várakoznak, hogy bejussanak, de annyira nem rossz a helyzet, mint amilyennek elsőre tűnik, ugyanis a belépés ingyenes, ami azt jelenti, hogy ezek az emberek nem vesznek egyet, csak úgy besétálnak a templomba. Szóval, hogyha elsőre hazarohannánk és kihagynánk a templomot, meg ezt az egész hóbelebancot, ami itt van, akkor ne ijedjünk meg, maradjunk, körülbelül 40 perc alatt lemegy a sor, és óriás élményben lesz odabent részünk. Lényeg, hogy a templomba ingyenes a belépés, és egy valóban kihagyhatatlan programról van szó. Ez a modern Róma legnagyobb építészeti őrülete, dolgozott rajta Raffaello, Michelangelo és Bernini. És már akkor is pont ilyen bazi nagy volt, amikor körülötte Róma még csak egy 10 000-es városkaként nyomorgott. Igen, az időszámításunk környékén másfél milliós város lakosság száma néhány 10 000-esre zuhant vissza a reneszánsz kezdetére, a Kolosseum környékén kecskék legeltek, és a hatalmas ókori romok elhagyatott díszletként emlékeztettek csak arra, hogy valamikor ez a hely volt a világ központja. Aztán elkészült a Szent Péter, ami keményebben néz ki, mint bármi. Szent Péter sírjától konkrétan sokkot fogsz kapni, úgy néz ki, mint valami amerikai szuperprodukció díszlete a köbre emelve. És mindenhol ott vannak a svájci gárdisták is, akiknek a jelmezét Michelangelo tervezte. Igen, az a Michelangelo. És akik Leonidas 300-as serege óta a legkeményebb harcosok a világon, elég csak arra az esetre gondolni, amikor az intrikus 5. Károly 24 000-es serege megjelent a városnál, és 189 svájci gárdista tartotta őket vissza, ameddig a pápa átmenekült az angyalvárba. Azóta a pápa nem is nagyon bízza mással a biztonságát, csak a svájci gárdistákra. Ha van időtök, akkor okvetlenül menjetek be a Vatikáni Múzeumba, és ott nézzétek meg Michelangelo csodálatos Sixtus kápolnáját. 16 euró a belépő, és nagyon-nagyon hosszú sor szokott állni a múzeum előtt, de hogyha elővételben online veszitek meg a jegyet, akkor 4 euró pluszért nem kell várni, oda mentek időre, és simán besétáltok. Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto.
Ha 9 körül sikerült beállnunk a Szent Péter elé, akkor legkésőbb délben már újra Róma utcán sétálgathatunk, egészen pontosan a nagyon széles Via della Conciliazione, ami egy ősi ízének tűnik, pedig egyáltalán nem az. Senki se tévesszenek meg az útszéli reneszánsz paloták és barokk templomok, amik ugyan eredetileg is ott voltak, viszont az út két széle között apró kis házacskák voltak, amiket Mussolini romboltatott le magának, mert arra gondolt, hogy sokkal jobban néz neki a város, hogyha lenne egy bazinas sugárút a közepén. Se baj, Rómában úgyis kevés a sugárút. Innen egyenesen eljuthatunk az Angyalvárba, a Hadrianus síremlékébe, ahol 7. Kelemen pápa húzta meg magát, ameddig 5. Károly seregei feldúlták az egész várost. Több sorszámos embert nem tudok ebben a témában. A vár erejét mutatja, hogy csak azért kellett feladni, mert elfogyott az élelmiszer, és hogy akadt olyan időszak, amikor a rómaiak maguk kezdték el levontani a bevehetetlennek hitt, és éppen ezért mindenki által áhított, szóval a város időnként háborús övezetté alakító római kori épületet. Szerencsére csak a márványtömböket bontották el, a vár megmaradt, sőt, Hadrianus síremléke az antik Róma talán legerőteljesebb maradványa, mindenképpen nézzétek meg, megéri az alig több mint 10 eurós belépő. És Róma annyira vallásos város, hogy itt még a környezetvédelemnek és az egyháznak is megtalálták a közös metszetét, mint kiderült, a szélenergia és a napenergia is a mennyből érkezik. Ami végül is tök igaz, hogyha Isten teremtette a világot, ugye, és ezt a rendszert, és a napot is, meg minden egyebet, meg a szeleket is, akkor egyenesen Istentől kapjuk ezt a tiszta energiát, szuper. És itt felvonulnak buddhisták, meg hinduk, meg katolikusok, meg zsidók, így együtt azért, hogy tisztább legyen a bolygó. Ennyi látnivaló után biztosan megéheztünk, úgyhogy ideje kaja után néznünk, amire remek lehetőségünk adódik itt a Campo del Fiorin, azon a téren, ahol elégették a mögöttem is látható Giordano Brunót, aki nem is annyira heliocentrikus világképpel húzta ki a gyufát, hanem inkább azzal, hogy Mózes egy mágusnak nevezte, Jézus meg egy mutatványos varázslónak, aki félrevezette a tömegeket, ezért jogosan akasztották fel. Igen, szerinte akasztás volt. De az ilyen gondolatokkal azért már a legbékésebb inkvizítort is ki lehetett akkoriban hozni a béketűréséből, úgyhogy kb. 8 évnyi pereskedés után, és miután többször kérték hiába Giordano Brunót a tanai visszavonására, úgy gondolták, hogy akkor már sokkal egyszerűbb lenne mágián elégetni. A dominikánus szerzetesnek a szobra ma is itt van a téren, és körülötte meg a piac, ahol mindenféle finomságot vehetünk, hát most már csak zöldségeket meg gyümölcsöket, mert vasárnap van, és ilyenkor olyan 11 körül bezárnak a kajádák, de amúgy itt remek porkettel szendvicseket lehetne venni, ezen a szent helyen itt kéne lennie valaminek. A porketta az egy ilyen nagyon jó zsíros sertés hús, amit aztán felszeletelnek és beraknak egy szendvicsbe. Egy kicsit odébb egyébként van egy szendvicses, ott majd venni fogunk, csak ez nem olyan autentikus, mint amikor itt áll egy néni, és előtte van ez a bazi nagy hússzelet, és felszeleteli, berakja a szendvicsünkbe, 3,5 euróba kerül, baromi laktató, és egész nap el vagyunk vele. És így kiabálnak. Azt mondja, hogy nincs itt a porkettás. Hiányolja ő is, mert a barátja. És 11 óra alig múlt, és még nincs ebédidő, és ők már bezártak, hazamentek, mert azt gondolták, hogy vége a munkának, de hát ebédelni szeretnénk. Keresünk egy pizzériát. Jó. Vagy ezt most csak rámondod, mert valami kedveset akartál mondani az országban. Átlagos, rendben van. Rendítsek. És ez itt a porkettes szendvics, amit most nem fogunk megvenni, mert hülyére ettük magunkat pizzával, de higgyétek el nekem, hogy nagyon-nagyon finom. Mindjárt kimegy az ember, és akkor meg tudom mutatni. Szóval ez az nagyon zsíros, nagyon fűszeres, és szuper az íze, csak ez egy kicsit olyan domestikált, szóval ez igazából akkor jó, amikor az utcán veszünk valakitől, és az előttünk darabolja. De egyébként is teletömhetjük magunkat tök jó szendvicsekkel, ezek 3-4 euróba kerülnek, van bennük zöldség, meg sajt, meg minden finomság, és versenyképesek egy pizzával, amik ugye 10 euróba kerülnek, de azok is nagyon finomak, és egészen olcsók, már mint ilyen római viszonylatban. Na de most már elég a lézengésből, irány a Piazza Navona. Itt a csodás barokk szökőkutakat kell megnézni, különösen a középsőt, amin a 4 szobor a 4 nagy kontinens folyóit testesíti meg. Nélus fején kendő van, mert akkoriban még nem tudták, hol a forrása. A Ganges, a pálmafás evezős fószer, a Duna meg a két hadonászó alak közül az, amelyik nem akar épp hanyatt esni.
aki viszont a Rio de la Plata. És akkor nyomás a Pantheon, a másik fantasztikus ókori maradvány a városban. Az épület tetején van egy 9 méteres lyuk, ami tök jó ilyenkor, amikor odakint süt a nap és betör a napfény, viszont amikor rosszabb az idő, na akkor sincsen túl nagy baj, mert hiába esik be az eső, a padló alattunk az domború, és az elvezeti azt a kis tavacskát, ami itt képes kialakulni. A mennyezet további érdekessége, vagyis ennek a kupolának, hogy 2000 éves, mégis olyan hatalmas, hogy a mai napig nehéz lenne mindenféle anyagváltozatosság nélkül egy hasonlóan hatalmas és grandiózus kupolát felépíteni. Ezt még felveszünk újra, jó? Viszont, hogyha már elkezdtük abuzálni az ókori romokat, akkor húzzunk innen és nézzük meg a Kolosseumot, meg a Palatinuszt, mert az az igazi rajság. Strapás és elég szomorkás történelmi időutazás lesz ez, de kár lenne kihagyni. A romok ugyanis arról mesélnek, hogy a világ legnagyobb birodalmai szinte nyom nélkül eltűnhet, még akkor is, ha a terület lakossága alapvetően nem változott. A Rómában mindig is a rómaiak laktak, csak miután néhányszor feldúlták a várost és összeomlott a császárság, a milliós metropoliszból 10 000-es nyomortanya lett. A korabeli épületeket szétszették, a gyönyörű udvarokban tyúkolakat rendeztek be, így mára már csak az árnyéka sem lehet önmagának ez a városrész. Tégy magadnak egy szíves. Semmiképp se várt ki azt a rohadt hosszú sort a Kolosseum előtt, hanem sétálj 5 percet, gyere el ide a Palatinus bejárata elé, vedd meg az egyesített jegyet, úgyhogy 0 percet állt sorba, menjél vissza és szaladj el az ott várakozók mellett. Kb. Így. Kolosseum, aztán Palatinus, aztán Forum Románum. Egy jó 2,5-3 órát érdemes szállni erre a programra, úgyhogy késő délután lesz, mire kiköp minket magából az ókori Róma. Útközben megnézhetitek Viktor Emánuel historizáló eklektikus emlékművét, amiért 100 éve egy kisebb városrészt kellett ledózerolni. És ami hangulatában többet mutat az ókori Rómából, mint a mögötte található romok, és ha már itt vagytok, caplassatok fel a mellette található dombra, és nézzétek meg Marcus Aurelius gyönyörű lovasszobrát. Miután végeztünk az ókori romokkal, már biztosan nyitva van az Igesu, a világ első barokk temploma, ami egyébként dél és négy között zárva tart. És hogyha egyszer bejutunk, akkor legalább fél órán keresztül nem akarunk majd szabadulni onnan. A barokk ugyanis olyan elementáris erővel támadt a világra, hogy attól még ma is leesik az állunk. Pontosabban nem is a barokk, hanem Giovanni Battista Gauli, aki olyan mennyezeti freskót készített, hogy nehezen tudjuk eldönteni, hogy mi az, ami szobor és mi az, ami festmény. Pedig láttunk mi már egy csomó csodát, IMAX-hez vagyunk szokva, meg 3D-hez, de ez még annál is sokkal-sokkal durvább. Úgyhogy szálljunk rá az időt és semmiképpen ne hagyjuk ki, ha Rómában vagyunk, mert varázslatos hely. La notte a mille porte, nella testa c'è una città intera, che soffia, che respira, che soffre, che ti attira, sempre più dentro, sempre più al centro. Egyébként meg uzsonna idő van, ideje megint enni valamit. Például ilyen szaftos pizzákat, amik egyáltalán nem autentikusak, de csodálatosan gusztustalanul lehet enni őket. Úristen, de jó! Ez annyira szaftos, mint semmi. Nagyon jó, 10 euró az egész, tök friss az összes zöldség rajta, és nagyon úszik a szószban, tehát még csak nem is száraz. Nem a klasszikus pizza, de borzasztó jó íze van, és arra, hogy napközben együnk valamit, és menjünk tovább, arra a legalkalmasabb, úgyhogy kicsértezzünk bátra ezekkel a finomságokkal, zseniális íze van, tényleg fantasztikus. Találunk egy rakásjó helyet még a belvárosban, ahol viszonylag olcsón ehetünk valami finomat. A Ceausescuban például minden egészséges, és az étterem annyira látványkonya, hogy a szakács szinte az öletben készíti a kaját. És amit készít, az nem csak hogy egészséges vagy finom, de a rántott csirke konkrétan olyan, mint a falusi nagyszülőknél. Tényleg. Mit tényleg? Nagyon van csirkéje, amit úgy hogy rendesen nevelte, kapirgál. Igen, de nem is arra gondolok, hogy mi volt a csirkével, szóval nem tudom, hogy a nagyszüleim honnan szerezték a csirkét, de ennek pontosan olyan íze van, mint amit a nagyszüleim csináltak falun zsírból. Íze van. Sok íze van. Ami a csirkére ugye nem jellemző, szóval ez nem valami száraz, ehetetlen rossz csirke, hanem ilyen jó, szaftos, ízes, mint a zsírban sült volna, pedig nem abban. Ez Olaszországba kell jönni. Nagyon jó, meglepően jó. Tehát amire utoljára gondoltam volna, egy rántott csirke az tud meglepetést okozni, de tud. De persze igazából tésztát kell enni, mert abban a legjobbak az olaszok. Ez ilyen tintahalas nyokki. Vagy mi a neve, várjál? Nyokketti. Mondom, nyokkicska. Örülj, hogy kicsit csípős, nagyon tisztán kijön a tintahalnak az íze, ennek nyilván az örül, aki szereti a tintahalat. Nagyon jó benne a paradicsom, meg azt lehet érezni rajta, hogy egyrészt nyilván minden tök frissen készül, de hogy az alapanyagok is nagyon-nagyon jók, szóval, hogy ne jövünk ide és 8 euróból, 8,5 euróból, ami azért Rómában elég olcsónak számít. Fantasztikus tengeri ízeket is ki tudunk próbálni. Kis sétával elérkezünk a Trevi kúthoz, ami jellemzően ott van egy nagy rakás ember mögött.
Általában képtelenség megmozdulni a barokk téren, annyian próbálnak bejutni, de és ezen az sem segít sokat, hogy most például be van állványozva az egész. Állítólag visszajutsz Rómába, ha pénzt dobsz a kútba. És ebben a legendában elég sokan hisznek, éjszakánként ugyanis kb. 1 millió forintot halásznak ki belőle. És még ilyenkor is megy a dobálás, a rafkós olaszok ugyanis kialakítottak egy kis medencét az aprónak, ameddig megy a felújítás. Akik iszonyodnak a tömegtől, azok legkésőbb a Trevi kútnál döntenek majd úgy, hogy inkább menekülnének a városból, na ők mindenképpen rossz döntést hoznak, ha a spanyol lépcső felé veszik az útjukat. Itt annyi a turista, hogy képtelenség elférni a téren, a lépcsőre is nehezen lehet csak leülni. Este 9-van már csak annyi a dolgunk, hogy beüljünk vacsorázni egy jót, aztán szabadon tekereghetünk az este is nagyon eleven városban. Érdemes ellátogatni a Vicolo de Cinque környékére, ez egy kevésbé központi buli negyed, kevés turistával és sok helyivel. Itt tudjuk igazán megismerni a római éjszaka hangulatát. És itt találkozhatunk a legbizarabb mutatványosokkal is valaha. Na de dönthetünk máshogy is, és ahelyett, hogy hagynánk, hogy Rómában este legyen ránk, leúszhatunk a tengerpartra is. Kevesen tudják, de a várost alig 40 percnyi utazás választja el a strandolástól, és 1 órás, illetve 3,2 eurós vonatúttal már olyan menő helyekre is el lehet jutni, mint Anzio. Egy igazi halászfalu, ez igazi halászokkal és kellemes strandokkal, a strandokon 10 euróért kínált friss tengeri ízékkel. Ha hosszabb időre érkezünk Rómába, egy, de akár 2 napra mindenképp ugorjuk le ide, és várjuk meg, hogy itt találjon meg minket az este. Napközben, amikor eltévedtem a Kolosseumnál, és hívtalak titeket, nem vetted fel a telefont. Miért? Viccelsz, barátom! Szerinted maszekban nyomom? Hát biztos vannak, akik sokat keresnek, és bármit megengedhetnek maguknak, de én kétszer is meggondolom, hogy mire költök. Miért kellett volna fizetned? Te nem tudtad? Ha külföldön felhív valaki, te is fizetsz. Hát ez a rákfenéje az egésznek, ez a csiki-csuki állapot. A kisember fizet, a gazdag meg odahaza telefonálgat teletömött hassal a mi adónkból. De miért? A Vodafone Red EU csomagokkal az Európai Unióból plusz költségek nélkül hívhatsz magyar számokat, és fogadhatod a hívásokat pont mint otthon. Csak előveszel a telefonod, és indítasz vagy fogadsz egy hívást. Ez biztos? Biztos. Hát Ádám, te aztán jó kiugrasztottad a nyulat a bokorból. Haha, legjobb szakács az éjség. Én Magyarorsi Csaba voltam, az Egy nap a városban blog mai adásában azt vizsgáltuk meg, hogy mit érdemes megnézni egy nap alatt Rómában. Meg a környékén. A korábbi videóinkat itt tudjátok megnézni a csatornánkra, itt tudtok feliratkozni, a helyszínek listáját csekkoljátok a blogon, és találkozunk legkésőbb egy hét múlva egy újabb remek európai várossal. Sziasztok!